Közel 10 millió forint adományt kapott a Bács-Kiskun megyei oktatókórház invazív kardiológiai osztálya. Sétával hívták fel a figyelmet az autizmusra. 28. alkalommal rendezték be a Kecskemét város polgára leszek című helytörténeti versenyt. Jó estét kívánok! Önök a hírórában a hírös híreket látják 19 órakor. Átadta közel 10 millió forintos adományát a Jurátus Hungary Kft. A Bács-Kiskun megyei oktatókórház invazív kardiológiai osztályának. Március 11-én rendezték meg ugyanis a jó szívvel tavaszköszöntő jótékonysági estét, majd egy árverést, melynek köszönhetően összegyűlt a hatalmas adomány. A két esemény célja az volt, hogy egy 11,4 millió forintos mobil betegőrző monitort vásároljanak az osztályavára. A báli szezon utolsó eseményeként szervezte meg a Jurátus Hungary Kft. A jó szívvel tavaszköszöntő jótékonysági estét március 11-én, amellyel az invazív kardiológiai osztályeszköz beszerzését kívánták támogatni a Kecskeméti Szív- és Érgyógyászatért Alapítványon keresztül. Sokat hezitáltunk azon, hogy egyáltalán ebben a mostani mindenki számára nehéznek tűnő időkben megmerjük ezt tenni, de úgy gondoltuk, hogy ahogyan ezt korábban is elmondtam, hogy ebbe az időkbe is kötelessége a városnak, illetőleg a városnak azon polgárainak, akik ezt megtehetik, valamiféle jó célt támogatni. Jó célt azt könnyű volt találnunk. A gyűjtés célja egy 11,4 millió forint értékű mobil betegőrző monitorrendszer megvásárlása volt. Az estének, valamint az azt követő napon megtartott árverésnek köszönhetően, ahol Nagy Krisztián a KTE csapat sztárjának a meze 1 millió 200 ezer forintért kelt el, Hovány Márton jóvoltából végül közel 10 millió forint gyűlt össze. Az, amire ezt az összeget fogjuk használni, az egy mobil betegőrző monitorrendszer lesz, ami a jelenlegi betegőrző monitorrendszerünket fogja kiegészíteni, és ez egy egységbe fog illeni azzal, hogy a pacemaker profil indításával ugye nagyobb beteg monitorizálási kapacitásra lesz szükség az osztályunkon, és így nem 8, hanem 12 beteget fogunk tudni monitorozni, ráadásul 4 beteget olyan módon, hogy nem lesznek ágyhoz kötve. Dr. Gondos Miklós, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház főigazgatója a mai átadón elmondta, az invazív kardiológiai osztály fejlesztése ebben az évben nagyot fog előre haladni. Leültem a Balázsra és mondtam, hogy itt ezt az ő beavatkozási range-üket, azt ki kell egy kicsit elegészíteni és teljességet tenni, úgyhogy ez a következő időszaknak a feladata, amit úgy néz ki, hogy szeptembertől talán meg is tudjuk valósítani, hogy itt Kecskeméten is létre fogjuk hozni azt a témát, meg ide hozzuk, akik ezeket megcsinálják. Eszközparknak a fejlesztése történik ebben kapcsolatban is. Kovács László Zsolt, a jó szívvel tavaszköszöntő jótékonysági estés szervezője kiemelte, hogy még ma is érkezett adománya ma átadott összeghez, így összesen 9 millió 890 ezer forinttal tudják támogatni a kórházat. Bétót Katalin, a Kecskeméti Szív- és Érgyógyászatért Alapítvány titkára az eseményen elmondta, ez a majdnem 10 millió forint az invazív kardiológiai osztály történetének legnagyobb adománya. Április 2-a az autizmus világnapja, amikor is kék fényben tündököl a város nevezetes épülete. A mai napon a világnapra készülve autisétát rendeztek Kecskeméten, Kecskemét főterén, hogy felhívják a figyelmet az autizmussal élőkre és családjaikra. Autisétát szerveztek a főtéren ma délelőtt, így hívták fel a figyelmet az autizmusra, az autizmus világnapra készülve. Az eseményen a Kecskeméti Egymi Autizmus Centrumának tanulói, valamint a Csodabogár autizmussal és fogyatékkal élő személyek nappali intézményében ellátottak vettek részt. 2008 óta az autizmus világnapja az április 2-a, azóta nagyon sok helyen a világon, különböző nagyvárosokban megvilágítják a kék színnel fontosabb épületeket. Ezt próbáljuk mi is már hosszú évek óta megvalósítani itt a városban, fölhívni magunkra és az autistákra a figyelmet, és egy kis toleranciát, türelmet kérni a gyermekeink és felnőtteink irányába. Az autizmus világnapja már több mint 10 éve április 2-a országunkban.
Az Egyesület minden évben igyekszik felhívni a figyelmet az autizmussal élőkre. Ezt a sétát most első alkalommal szervezték meg, ahol a résztvevőket kék zászló és fejpánt várta. Közel 100-an érkeztek a mai programra, ahol a fiatalok kézműves termékeit is meg lehetett vásárolni. A mai programon Engertje Kamnia a polgármester is köszöntötte a megjelenteket. Egyre több autizmussal élő gyermek van, akik még nem integrálhatók. Fontos, hogy legyen számukra olyan oktatási környezet, ahol fejlődni tudnak, mondta Engertje Kamni. Kifejezzük azt a szolidaritást és azt a támogató készséget a város vezetése részéről, amit az autizmusban szenvedő gyermekek és családjaik számára tudunk tenni. Azon túl pedig ugye néhány évvel ezelőtt az önkormányzat vállalta azt, hogy egy nappali ellátó intézményt létrehoz, ez a csodabogár, és ez valóban egy csodabogár, és hát örömmel osztjuk meg más városokkal is ezt a tapasztalatot. Nem csak a séta és a vásár várta a megjelenteket, délután egy kiállítás is nyílt a Híres Agórában az intézmények tanulóinak rajzaiból. Április 2-án az Autizmus Világnap alkalmából a felújított városháza kék megvilágítást kap este 6 órától 9 óráig. Fontos, hogy egy egész város közössége az autizmussal élőkre figyeljen, legalább egy nap erejéig. Öt iskola hadcsapata mérte össze tudását, ügyességét és kreativitását pénteken a Kecskemét város polgára leszek helytörténeti versenyen. A Béke Általános Iskola idén 28. alkalommal szervezte meg a három fordulóból álló megmérettetést. Énekzenei kihívás a Kitrákocs mesével, tesztek és villámkérdések is próbára tették ma délelőtt a 28. Kecskemét város polgára leszek verseny döntőseit. Az izgalmas helytörténeti vetélkedőn 5 iskola, 6 csapata mérte össze felkészültségét. A verseny célja a lokál patriotizmusra nevelés, de a feladatok megoldásán is látszott, hogy egy lazább szemléletű vetélkedőről van szó. A 6.-7. osztályos diákok pedig most is meglepték a zsűrit és a szervezőket. Ezek a gyerekek, akikre nagyon büszkék lehetünk mindig, de most is önök is láthatták az előbb, hogy nagyon felkészültek profik. Számtalan művészeti ágban megmutatták a tudásukat most. A mai nap folyamán a 10 próba után azt mondhatom, hogy mindig élvezem. És amikor, mint szervező, kitalálunk egy feladatot, ők fölülmúlják a vállalkozásainkat is. A verseny már októberben elkezdődött 3 írásbeli fordulóval, amelyek mindegyiken neves évfordulóhoz kapcsolódott. A zsűriben többek között Császár Cirilné is helyet foglalt, aki 28 évvel ezelőtt elindította a ma már nagy múltú versenyt. Nagyon figyelemmel kísértem Kecskemét életét, és próbáltam róla minél többet megtanítani a diákjainak. Akkor Heltai Nándor könyvei voltak a legkitűnőbbek, és egyszer csak Székelyné Kőrösi Ilona Kecskeméti Évszázadok című könyve került a kezembe, és ez adta az, hogy most már többet kellene tenni, most már lépni kellene. Így indult el a verseny, ami igyekszik elérni, hogy a város minden iskolájának tanulója és minden polgár legyen nagyon büszke Kecskemétre. A diákok bebizonyították, hogy alaposan megismerték a város történetét, kultúráját és jeles személyeit. A vándorserleget idén is a refisek, vagyis a refirensek nevű csapat vihette haza. Második helyen végzett a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola, majd a sorban követte a Zrínyi Ilona Általános Iskola, a Lánchíd utcai Sport Általános Iskola, Lánc 7, illetve Lánc 6 csapata, végül 6. helyen zárt a 2. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. A művészeti vetélkedő eredményét a verseny előtt hirdették ki, az alkotásokból kiállítást is bemutattak. Német nemzetiségi emlékművet helyeznek el a Zollner téren. A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte a keresztfelállítását. Az emlékmű kihelyezését tegnap a közgyűlés jóváhagyta, az alkotás a II. Világháború végén kitelepített magyarországi németeknek állít emléket. Német nemzetiségi emlékművet helyezhetnek el a Zollner téren. A kereszt emlékmű kihelyezését tegnap engedélyezte a közgyűlés.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat már elnyerte a Bethlen Gábor alapkezelő zárt körű részvénytársaság útszéli keresztek létrehozására kiírt pályázatán a szükséges forrást. A II. Világháború végén több kelet-európai országból, így Magyarországról is megkezdődött a németek tömeges kitelepítése. A német hadsereg által a világháború alatt elkövetett emberiség elleni háborús büntettekért az egész német népet felelőssé tették, és kollektíven megbüntették őket. Ennek következtében 185 ezer német nemzetiségi ember volt kénytelen elhagyni Magyarországot, az alkotás a kitelepített magyarországi németeknek állít emléket. A tervek szerint még tavasszal elindul Kecskeméten egy napelemes erőmű építése, több mint 4 milliárd forintos kormányzati támogatással. Beruházó MVM Zöld Generáció Kft. Tájékoztatása szerint a napelemeket mintegy 44 hektáron helyezik majd el ez év november végéig. A napelemes erőmű a város északkeleti részén, a 44-es főúttól északra, a repülőtér és Borbás városrész közötti területen épül meg. A cégnek régóta van kapcsolata Kecskeméttel, így a most létesülő erőmű hozzájárul ahhoz, hogy a város még vonzóbb befektetési célterület legyen. Közel 700-al jelentkeztek a Neumann János Egyetem a Petőfi 200 emlékévekhez kapcsolódó pályázataira. A kép, szöveg Petőfi illusztrátori, valamint a videó és fotópályázat nyerteseinek ma délután adták át a díjakat az egyetem könyvtárában. A Kecskeméti Neumann János Egyetem két pályázatán 4 kategóriában összesen 674-en indultak. Ebből 43 díjazottat választott ki a szakmai zsűri, akiknek munkáit az egyetem könyvtárában állították ki. A kép, szöveg Petőfi illusztrátori, valamint a videó és fotópályázat eredményhirdetésére került ma sor a helyszínen. Dr. Fülöp Tamás elmondta, ezzel a pályázattal más egyéb programjaikkal együtt a Petőfi 200 emlékévekhez csatlakoztak. Az egyetem rektora hangsúlyozta, a Petőfi kultuszhoz az intézmény is oda tudja tenni a szakmaiságot, gondolatiságot, eszmeiséget, ami meghatározó kell, hogy legyen a magyarság életében. Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat alelnöke, a kiállítás megnyitóval egybekötött díjátadón azt mondta, a Petőfi 200 emlékéveknek köszönhetően méltóképpen egy széles programsorozattal tudnak megemlékezni a költőről. Kiemelte, Petőfi Sándor egy olyan meghatározó alak, aki egyedi, konok és makacs volt, mégis perspektívában látott. Az alelnök szerint ezt a szellemiséget lehet közel vinni a mai kor fiataljaihoz, a mai magyar társadalomhoz a programokkal. Átadták a környezetvédelmi országos szakmai tanulmányi versenydíjait ma délután a Kocsispál mezőgazdaság és környezetvédelmi technikum és szakképzőiskola dísztermében. A verseny teljesítő 14 tanuló közül 6-an eredményüknek köszönhetően mentesülnek a szakmai vizsgák alól. Először a Kocsispál mezőgazdasági és környezetvédelmi technikum és szakképzőiskola tanulói, majd a szomszédos Szent Imre katolikus óvoda és általános iskola diákjai lepték meg műsorral a környezetvédelmi OSTV döntőseit. Az országos szakmai tanulmányi versenyt idén is a Kocsispál iskola szervezte meg, így most is az intézmény dísztermében köszöntötték a díjátadón megjelent versenyzőket és felkészítő tanáraikat. A fiataloknak Bagdán Boglárka, a duális agrárszakképzés fejlesztésért felelős miniszteri biztos azt mondta, mindig öröm olyan diákokkal találkozni, akik az iskolai tananyagnál sokkal elmélyültebb ismereteket szeretnének szerezni, mondjuk egy versenyen. Majd felhívta a tanulók figyelmét, hogy leendő munkájuk felelősségteljes feladat és egyben kihívás is. Ezután az ország 8 iskolájából döntőbe jutott 15 versenyzőt Szerdai Zsuzsanna, a Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója is köszöntötte, aki szintén megköszönte az elhivatottságukat, a szervezőiskola munkáját és a tanárok segítségét. A versenynek komoly tétje is volt. A versenyzők közül 6-an mentesültek a szakmai vizsgák alól, mivel megoldották az összes feladatot, és összteljesítményük elérte a 71%-ot. A versenyt a kultúráért és innovációért felelős miniszter támogatta, de a versenyzők és felkészítőik jutalmazásához a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Agrárminisztérium és számos támogató cég is hozzájárult. A mai napon vette kezdetét a 14. országos Starker János Gordonka verseny a Kecskeméti Kodályiskolában. Ma délelőtt ünnepélyes megnyitóval kezdődött el a háromnapos verseny az iskola dísztermében. Balogné Papp Boglárka, a Kecskeméti Kodályiskola intézményvezetője köszöntötte a megjelenteket és elmondta, mi vár a versenyzőkre.
Az általán felajánlott díjat javaslom, hogy a nagy művésztanár Janzerné Cakó Éva Gordonka művésznőről nevezzék el, akinek az emlékét így méltóan megőrizheti a magyar zenei élet. Idézte Balogné Papp Boglárka Starker János gondolatait. Kívánom, hogy a 14. országos Starker János Gordonka versenyen elhangzó produkciók mindegyike emlékezetes maradjon a résztvevők számára, és biztos alapként járuljanak hozzá a tehetség kibontakozásához, fejlődéséhez. Zárta gondolatait az intézményvezető. A háromnapos megmérettetésen 4 korcsoport 8 intézményből mutatkozik meg. A megnyitó után pedig a verseny sorrendjét sorsolták ki, majd elkezdődött a verseny. Kikeltek a kecskeméti vadaskert fiatal emu párjának első utódai. A három új jövevény még szüleiktől kicsit távolabb erősödnek egy infralámpás meleghelyen. A kis emuk jól vannak, és már sokat csipognak. Szinte folyamatosan csipognak a kis emuk a kecskeméti vadaskertben. Az új jövevények számára egy külön helyet alakítottak ki az állatkertben, ahol melegben erősödhetnek. Ha húsvét, akkor a kecskeméti vadaskertben csibe és tojás is van. Itt a kezembe éppen egy emutojás, amit már nem kell festeni, hiszen az emutojás önmagában is ilyen nagyon szép smaragdzöld színű. Viszont hát a húsvét, akkor a kis csibe, ezekből, illetve nem ebből, de megtermékenyített tojásból születtek nálunk is kis emucsibék. Természetesen ők még most infrás helyen van, melegben vannak, indító táppal, tehát olyan táplálat, hogy egy kicsit megerősödjenek. Nem csupán az új jövevények, szüleik is jól érzik magukat. Az interjú készítésekor ott kíváncsiskodtak körülöttünk. Várhatóan a következő években is fognak születni kis emuk a kecskeméti vadaskertben, addig sem maradunk újdonságok nélkül, a hetekben újabb jövevényekkel bővül az állatkert családja. Szinte minden évben lesznek szerintem új kis csibék. Hát illetve hát, ahogy szoktuk mondani, a bárány is nálunk, nem bárányok lesznek tavasszal, húsvét körül, hanem a kiskecskék születnek. Szerintem jövő héten, vagy utána való héten már indulott is a baby boom, és kezdenek születni a kiskecskék is. Amikor pedig megérkezik a tartós meleg, a vendégek is láthatják majd a kisemúkat a kifutóban. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer, röviden. Átadta közel 10 millió forintos adományát a Jurátus Hungary Kft. A Bács-Kiskun megyei oktatókórház invazív kardiológiai osztályának. A jó szívvel tavasz köszöntő jótékonysági estének és az azt követő árverésnek köszönhetően gyűlt össze az adomány egy mobil betegőrző monitor megvásárlására. Közel 100-an vettek részt az Autizmus Világnapja alkalmából szervezett auti sétán ma délelőtt Kecskemét főterén. A szervező Autista Gyermekekért Egyesület célja felhívni a figyelmet az autizmussal élőkre és családjaikra. Helytörténetből jeleskedtek a kecskemét diákok. 28. alkalommal rendezték meg a Kecskemét város polgára leszek című vetélkedőt. A Békeiskola nagymúltú megmérettetésének döntőjében 5 iskola 6 csapata mérte összetudását. Német nemzetiségi emlékművet helyezhetnek el a Zollner téren. A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte a kereszt felállítását. Az emlékmű kihelyezését csütörtökön a közgyűlés jóváhagyta. Az alkotás a II. Világháború végén kitelepített magyarországi németeknek állít emléket. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan kezdődik a kiemelő. Magazinunkban először Papp Évával, a Kecskeméti Egymi Autizmus Centrum tagintézmény vezetőjével beszélgetünk. Tegnap Kecskeméten járt dr. Bakondi György, akivel a Nemzeti Fórum és a Kölcsei Kör szervezésében beszélgethettek az érdeklődők. Magazinunk végén pedig az Esélyes Esték sorozat mai alkalmáról is beszámolunk, melynek vendége dr. Orsó Zsuzsanna rákutató volt. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Szombat hajnalban erősen felhős lesz az ég, majd napközben szakadozik a felhőzet, több órás napsütésre számíthatunk. A nyugati északnyugati szelet több helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 10 fok körül alakul, délutánra 17 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap felhő átvonulásokra számíthatunk több órás napsütéssel, szorványosan valószínű esőzápor. Sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati északi szél. A minimum hőmérséklet 5 fok körül várható, napközben maximum 15 fokot mérhetünk. Hétfőn térségünkben nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik az északi szelet, hajnalban általában 2 fokra hűl le a levegő, a maximum hőmérséklet 10 fok körül alakul.